Sziasztok! Üdvözlöm benneteket ismét a csatornámon. A mostani videóban a képen látható szöveganimációt főként itt elkészíteni együtt a kanvába. De még mielőtt belekezdenénk, szeretnék megkérni benneteket arra, amennyiben tetszik a munkám, kérem támogassátok az oldalamat egy feliratkozással, egy lájkkal, like szeretném figyelmet ajánlani a csatornának a Facebook oldalát, Instagram oldalát, TikTok oldalát, illetve Pinterest oldalát. Amennyiben szeretnél többet megtudni a Canva összes animációs eszközéről, szeretném figyelmetekbe ajánlani a Canva animációs tanfolyamamat, amit most március 31-ig 50% kedvezménnyel tudtok megvenni a weboldalon, aminek a címe a képernyőn látható, illetve a kuponkód is a képernyőn látható, illetve megtalálható a videó leírásában is. De most kezdjünk is bele! Ugye szükségem lesz egy videó vászonra. Ez lesz az alapja az egésznek. Elemek. Ugyanazt a képet fogom most használni. Kinagyítom. Így, né. Majd duplikálom ezt a képet. Fotószerkesztése. Háttéreltávolító. És itt bemegyek a vezérlőbe, és konfigurálásba, Rákattintok a helyreállításra, és megpróbálok egy egyenes vonalat húzni a torony tetejétől, így, né? illetve a toronyba is helyreállítjuk a azt már lehető nem kéne itt. Ezt itt nem kellett volna, így ez elrontottam elnézést kérek, újra kezdem. Tehát most ugye ezt a képet ki is törlöm akkor. Szóval duplikálom, fotó háttéreltávolító, konfigurálás, helyreállítás, egy torony tetejétől fölfelé húzok egy vonalat, Itt akkor igyekszem a torony belsejébe maradni, ígyni. Igazából erre részre nem is lesz nagyon szükségünk, majd fölveszem maximális méretűre a ecsetünket és helyreállítom a képnek a egész jobb oldalát. Így ni, igyekszünk arra, hogy minden pont itt helyre legyen állítva. Fotó szerkesztése, most van a szöveg elhelyezése, elhelyezünk a kívánt szövegünket, amikor most szintén a pár lesz beállítom ugye a méretét, de ezem ide bal oldalra. Ezért is volt fontos, hogy ezt a részt csináljuk meg, hiszen a alatt és fölötte lévő rész igazából már lényegtelen lesz, hiszen a szöveg jobbról fog érkezni. Keresek egy szimpatikus betűméretet, leveszem olyan méretűre, hogy elférjen a képernyőnek a bal oldalán, így né majd átállítom most a szöveget fehérre, effektusok, lift, az felrakom 100-ra, lehet látni, hogy egy ilyen árnyék hatás lett rajta elérve, és most ismét kérelem a szöveget, animálás, bázisvonal, beállítom, hogy balról érkezzen, animálás mindkettő, tehát be is kilépéskor is, illetve beállítom azt, hogy a kilépési animáció megfordítása. Tehát a, az animáció elején balról fog beérkezni a szöveg, és a végén pedig jobbra fog elmenni, illetve a sebességét leveszem a lehető leglassabbra. Most már majdnem jók vagyunk, hiszen megérkezik a szövegünk a képernyő jobb oldaláról, és oda is tűnik vissza, viszont még nincs a helyén. Rámelyek a Kérök bár, kilőn bármelyik elemet, rámegyek a pozícióra, itt a rétegek, és annyi, hogy a szöveget behúzom a két kép közé. És most újra megnézem, amit mit alkottunk. Ugye mivel a felső képnek, hogy az elfejtorony jobb, jobb oldal eső része helyre van állítva, és emögé van rejtve gyakorlatilag a szöveg, olyan, mintha itt lehet is látni, hogy a, a toronyból jön neki, a, tehát a torony mögül jön neki a szöveg. Úgyhogy ezt az animációt szerettem volna most nektek megmutatni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!